Sziasztok, heti kutyások! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! A mai videóban egy teljesen új, legalábbis számomra teljesen új kutyás sporttal fogunk ismertetni. Nem más, mint a Hoopers. Ebben a videóban két beszélgetőtársam is lesz, Juhász Adrián és Mészáros Petra, a Hoopers Hungary alapítói. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést. Sziasztok! 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 Ti hogy kerültetek ebbe a sportba? Ez úgy alakult, hogy nekem van egy ausztrál kelpi kutyám, akivel agilitiztem, de sajnos sérült. És agility pályán sérült, és nagyon sokáig nem tudtam elérni azt, hogy újra azt a boldog arcot lássam rajta, mint amikor lejöttünk egy agility edzésről. És az egyik szlovák ismerősöm ajánlotta ezt a Hoopers sportot, hogy szerinte próbáljuk ki, mert ugye ez alkalmas lehet. És ezt elkezdtük, tehát szereztünk be akadályokat, és egy gyártottunk itthon akadályokat, és kipróbáltam kippel, és valóban ugyanazt az arcot láttam, azt a mosolygós arcot, amikor a kutya elégedett. És ez megalapozta azt, hogy én ezt szeretném csinálni, de Magyarországon nem volt. És nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy elkezdjük, ne kezdjük, Petrával ekkor nagyon-nagyon sokat beszéltünk erről, és végül is így alakultunk mi, hogy közösen belefogtunk. Elkezdtük a Hoopers Hungary-t megalapítani, és elkezdtük ezt a sportot népszerűsíteni, úgyhogy jelenleg itt tartunk. És akkor most már áruljuk el, hogy mi történik egy ilyen sporton, tulajdonképpen mi történik Hoopers közben a gazdival, meg a kutyával? A Hoopers egy olyan sport, hogy a gazdi a kutyát távolról irányítva küldi az akadályokra. Vannak Hoop nevű akadályok, az egy ilyen boltíves akadály, amin a kutyának át kell mennie. Van kapu nevezetű akadály, amit a kutyának meg kell kerülnie, valamint fordó és kúszó. A kúszó az hasonló, mint az agility kúszó, csak nagyobb átmérőjű. A hordó pedig arra szolgál, hogy szintén a kutyának irányt adjon és megkerülje. Igazából a Hoopersben a kihívás az, hogy a gazdi távolról irányítja a kutyát. Persze vannak olyan osztályok, ahol a gazdi segíthet a kutyának és mehet mellette, és mutathatja az akadályokat, de a kihívás tényleg már ott van, amikor távolról irányítjuk a kutyát. A pályának mindig áramvonalasnak kell lennie, tehát a kutyának nem lehet törés a pálya vonalában, ezáltal teszi biztonságossá ezt a sportot, és ezáltal alkalmas minden tervető és fajtájú kutyának is ez a sport. Hogyha valakinek tetszik ez a sport, akkor hol tudja ezt elérni? Jelenleg két helyen tartunk folyamatosan edzéseket, Adri Monoron, és oda hozzá lehet jelentkezni, illetve én itt Pécs mellett. Viszonylag nagy a távolság, én néha szoktam Budapestre menni edzést tartani, de azért ez nem igazán rendszeres vagy folyamatos. Ezen kívül szükséges hozzá nyilván egy pálya, illetve ha már valaki külön pályán gyakorol, akkor eszközök is. De szerintem pont ez a sport az, ami nem túlságosan eszközigényes, illetve otthon is elkészíthetőek például a húpok, és ezért otthon is űzhető egy kisebb kertben is, vagy akár, hogyha valaki nagyon pici akadályokat csinál, egy kistestű kutyája van akkor, és van egy picit nagyobb nappalia, akkor még a nappaliban is elkezdhető. Az Adrival folyamatosan dolgozunk azon, hogy egyre több instruktor legyen az országban. Ennek érdekében elindítottunk egy Hoopers instruktori képzést, ami jelenleg is tart, és már van jó pár vizsgázott oktatónk, de a célunk az, hogy országszerte elérhetővé tegyük képzett instruktorok által a Hoopers-t az embereknek. Illetve mivel az elején említettem, hogy viszonylag nagy a távolság Adri és köztem, ezért most hirdettünk meg egy Hoopers alapozó képzést. Ez egy online képzés. Az online képzésben az a jó, hogy az első elemében segítünk a gazdiknak abban is, hogy hogyan készítsék el otthon az akadályokat.
és ezért otthon is, vagy egy parkban, vagy bármilyen szabad téren hogyan tudnak gyakorolni a kutyájukkal. Ha tehát valaki szeretne csatlakozni ezekhez a programokhoz, akkor itt a videó leírásában megtalálja a Hoopers Hungary Facebook oldalának, illetve weboldalának a linkjét is. Adri, van-e a Hoopershez valamilyen verseny, vagy ez csak ilyen gyakorlás, sportolunk együtt a kutyával? Jelenleg nincsen Magyarországon verseny, ugye ezt most indítottuk, ezt a sportot, tehát elsősorban az a célunk vele, hogy minél többen megszeressék és kezdjék el űzni. Terveink között szerepel, hogy majd a jövőben fogunk versenyt szervezni, de mivel nagyon friss ez a sport a környező országokban is, így legközelebb talán Angliában, ha találnánk versenyt, ahova el lehetne menni. Lehetséges, hogy fogunk majd szervezni, ha már lesznek annyian a tanítványok között házi versenyeket, de hivatalos verseny idén valószínűleg még biztosan nem lesz. De amúgy létezik-e hozzá a verseny? Amúgy igen, tehát már mondom, külföldön vannak elérhető versenyek. Ugye ez a sport Európában 2014-ben került be, tehát azóta terjedt szétszert Európában. Tehát ahol már tényleg népszerű, ott azért már szoktak versenyeket szervezni. És mit néznek mondjuk a versenyen? Tehát időt mérnek, hogy milyen gyorsan megy végig a kutya, vagy milyen szépen csinálja? Alapvetően itt nem a gyorsaság a fő szempont, hanem a pontosság. Tehát elsősorban pontosan és hibátlanul kell végigmenni a kutyának a pályán, és hogyha itt van pont egyenlőség, akkor fog bejönni az idő is, hogy ki volt a gyorsabb. Hú, az érdekes megközelítés tényleg. Milyen kutyával lehet edzésre járni? Nincsen semmilyen megkötés, tehát ez a sport tényleg bármilyen korú, fajtájú, méretű kutyának alkalmas, tekintettel arra, hogy nincsenek benne ugrások, nincsenek benne szűk visszafordulások, tehát akár egy Bernáthegy is kényelmesen végig tud menni a pályán, vagy egy tacskó, akinek mondjuk nem kifejezetten javasolta az ugrás, tehát nem megterhelőbb, mint hogyha elviszük sétálni és szaladgál mondjuk a réten, vagy a kertben, vagy a kutyaiskolán, vagy bárhol. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg mindenkinek megfelelő, akár sérült kutyával is lehet űzni. Itt azt szoktuk mondani, hogy mindenképp kérjük ki, vagy kérjék ki a gazdik az állatorvosnak a véleményét, hogy ezt a sportot űzheti-e. És milyen terhelést jelent a gazdi számára? Tehát, hogy az állatorvos mellett kikérjem a házi orvoson véleményét, vagy mondjuk, ahogy mondtad, a profik azok így állnak egy helyen és irányítják a kutyák. A Hoopersnél alapvetően arra alapozzuk a kutyákat, hogy ő önmagától menjen előre és teljesítse az akadályokat. Eleinte természetesen a gazdinak is, hogyha segítenie kell a kutyát, akkor kell, hogy mozgásban legyen, de a fő szempontunk az, hogy a kutya önmagától menjen át a húpokon, függetlenül a gazdinak a helyzetétől, sőt, ugye tényleg erre alapozunk is, hogy a gazdi pozícióját tesszük ide-oda. Én köszönöm szépen, hogy elmondtátok ezt nekünk. Ha tetszett a videó, tetszett a Hoopers, szívesen kipróbálnád a kutyáddal, akkor ne felejts el nyomni egy lájkot erre a videóra. Ha pedig van még időd, akkor maradj velünk, folytasd például ezekkel a kutyás videókkal.